A vártnál jelentősen jobb gazdasági évet zárhat Görögország, ezt a miniszterelnök jelentette be a Thesszaloniki Nemzetközi Fórumon. Kyriakos Mitsotakis elmondta, eredetileg a kormány 3,6%-os növekedéssel számolt 2021-re, de most az a legvalószínűbb, hogy sikerül megközelíteni a 6%-ot. A járvánnyal még nem sikerült teljesen leszámolnunk, és továbbra is az egyetlen megoldás a vakcina. A társadalom és a gazdaság nem viselne el még egy leállást, mondta a kormányfő. Sok görög azonban még mindig nem akarja beoltatni magát. Eddig a lakosságnak alig több, mint a fele kapta meg mind a két dózisát. Thesszalonikiben szombat este zavargások törtek ki, miután oltásellenes tüntetők megpróbálták megzavarni a miniszterelnök beszédét. A rendőrök csak vízágyúkkal és könygázzal tudták feloszlatni a tömeget.